hallgatóság, kedves szervezők, köszönöm a megtisztelő meghívást és figyelmet. Szeretnék rövid betekintést adni a indiai orvoslás területére, kicsit általánosabban az orvoslás általam képviselt felfogására, és egy kicsit kapcsolódni tudnék ahhoz a nagyszerű előadáshoz, amit nagykövetül tartok, mert hogy a probléma az véleményem szerint hasonló az orvoslásban is, mint ahogy az ember természettel való kapcsolatában. Miért hasonló? Egy kisvárosi kórházban dolgoztam a egyetemi végzés után, és 5 év után elmenekültem onnan, nem csak azért, mert értelmetlennek láttam azt, hogy éjszaka fölébresztenek azért, hogy vért vegyek egy közlekedésben szabálytalankodótól, hogy vajon alkoholt fogyasztott-e. Méltatlannak tartottam ezt egy orvosi diplomához, hogy az ember ezzel foglalkozzon. De nem csak ezért, hanem leginkább azért menekültem el ebből a környezetből, mert azt láttam, hogy rendkívül jól felszerelt volt a kórház, nagyon nagyszerű műszerekkel rendelkeztünk, valóban a tudomány magas szintét képviselték ott nálam idősebb kollégák, és ennek ellenére pácienseket rendre meggyógyítva, néhány hónap után ugyanazokat a pácienseket láttuk viszont. Ami számomra lehangoló volt, mondjuk az elején még az ember azt gondolta, hogy ez így rendben van, de amikor ez 2-3 havonta rendszeresen ismétlődött, és valóban egy törzs pacientúra járt be a kórházba, rendszeresen a szívelégtelenségével, az asztmájával, a mozgászavaraival, a tüzületi betegségeivel, akkor megkérdőjeleződött bennem, hogy vajon mit is teszek én, mint orvos ott ebben a kórházban. És azt kell mondjam, hogy ez egy vége láthatatlan, értelmetlen küzdelem, mert hogy valójában pont az nem változott, amiről nagykövetül is beszélt, hogy a páciensnek, az embernek a természettel, az életével, az életmódjával való viszonya, ez nem változik meg, akkor ugyanazok a problémák újra és újra visszatérnek, annak ellenére, hogy az orvostudomány óriási eredményeket ért el az utóbbi évtizedekben. Ugye tudjuk, hogy a mai orvoslás az úgynevezett evidenciákon alapuló orvoslás, ami azt jelenti, hogy tudományos tételeket tanulmányokban, tudományos vizsgálatokban bizonyít, és ezeket fogadja el alapvetésként, és igazából erre építi fel az egész rendszerét. A tudományos eredmények, ezek annyira az alapjai a mai medicinának, hogy ezt jogszabályokba is foglalják. Sajnos ezt leginkább a gyógyszerészet tudja keresztül vinni, hiszen tudjuk például, hogy a pszichoterápiának 12 területéből csak 1-2 van olyan, amely tudományos kautélák közé lehet szorítani. A gyógyszertudomány, a gyógyszerészet, a gyógyszergyártás az nagyon jól megfelel ennek. Mondhatnám egy kicsit másik oldalról, talán kicsit rossz indulatban azt is, hogy ez az egész jogszabályrendszer, ami a mai orvoslásra lett ráhúzva, ez igazából a gyógyszeriparnak a ideája. Tulajdonképpen mindent annak szeretnének megfeleltetni, hogy ők, ahogyan a gyógyszert előállítják, ahogyan a gyógyszer hatását vizsgálják, ugyanúgy kell minden egyes orvosi területnek megfelelnie, és akkor boldog lesz az ember, mert meggyógyul a gyógyszerektől. Ez történt. Azt kell mondjam, hogy sajnos nem, hiszen a úgynevezett morbiditási, tehát megbetegedési adatok, illetve a mortalitási, tehát a halálozási adatok azt mutatják, hogy az emberek nem lettek egészségesebbek az utóbbi évtizedekben, az utóbbi 100 évben is akár. Betegségek némileg átalakultak, hiszen a nagy fertőző járványok azok talán megszűntek, de legalábbis csökkentek. Ugyanakkor olyan betegségek léptek fel és szaporodtak el rendkívüli nagy mértékben, amelyek azelőtt nem voltak.
Tehát összességében népegészségtan szintén van egy ilyen szakvizsgám is a belgyógyászat mellett. Népegészségtan szintén azt kell mondjam, hogy a orvoslás a nyugati világban túl sokat nem adott hozzá az emberek egészségéhez. Minden törekvése és minden jó szándéka ellenére ez a fajta rendszer, ez a fajta gondolkodás az nem viszi előre az emberek egészségét. A gyógyíthatatlan betegségek száma sem csökkent, sőt inkább növekedett. És hát azt kell mondjam, hogy most, hogy nem csak Magyarországon dolgozom, hanem más európai országban is, azt kell mondjam, hogy minden ezt a rendszert próbálja megszilárdítani, annak ellenére, hogy nem megy előre. Tehát például a biztosítási rendszerek, mostanság már úgy működik a biztosítás egy kórházban, hogy minden egyes betegségre megvan szabva, hogy mennyi napot szabad gyógyítani, és mivel azt a páciens, mert csak azt finanszírozza meg a biztosító. Nagyon pontos adminisztrációt kell vezessenek az orvosok, az idejük nagy részét ezzel töltik, hogy az adminisztratív elvárásoknak megfeleljenek. Majd, hogyha a páciens mégsem gyógyul meg ez idő alatt, mert hát ugye különbözőek vagyunk minden séma és stúdia ellenére, tanulmány ellenére, mindenki egy kicsit más, tehát pontosan beleszorítani azt, hogy egy torokgyulladásnak 8 nap alatt meg kell gyógyulnia, és ha mégse gyógyul meg, akkor onnantól kezdve menjen haza a páciens és csináljon, amit akar, semmi megoldást nem is ad hozzá. Ez nyilván nem megoldás a problémákra, tehát ezek a gyógyíthatatlan betegségek, ezek a mostani rendszerrel, a finanszírozás rendszerével, a gyógyszerészet, a gyógyszergyártás és eladásnak a rendszerével, a műszergyártással, a rengeteg diagnosztikai törekvéssel igazából nem lesz jobban megközelíthető. És a betegek nagyon kiszolgáltatottak. Tehát elveszik a kapcsolódás, hiszen személytelenné válik az egész folyamat, és a végén igazából a boldogsághoz, az egészséges állapothoz, a mai orvoslás által sajnos egyedül csak azáltal nem jutunk közelebb. Ugyanakkor másik oldalról azt is kell tudnunk, hogy a világ lakosságának csupán 18%-át látja el ez a medicina, ez a nyugati medicina. Gondoltuk volna. Nagyon kis részét, a legnagyobb részét a természetes gyógymódokkal rendelkező, vagy az ahhoz hasonlítható, annak részét képező módszerek látják el, többek között például az Ayurveda. És éppen ezért az egészségügyi világszervezet sem akarja ezeket a módszereket leépíteni, sokkal inkább azt mondja, hogy annak ellenére, hogy nem evidence-based, tehát nem az evidenciákon alapul, nem tudományos kísérleteken, mégis inkább maradjon meg, fejleszék és csinálják sokkal jobb színvonalon tovább. Indiában a lakosság nagy részét ma is Ayurvédával látják el. A hozzáértés több szintje jól megfér Indiában, hiszen vannak egyetemet végzett orvosok, vannak olyan orvosok is kevesen, akik a nyugati és a ayurvédikus orvoslást is elvégezték. És vannak olyan publikációk, amelyek azt bizonyítják, hogy a gyógyulási arány egyáltalán nem rosszabb, hogyha a tradicionális ayurvédikus gyógyászattal látják el a betegeket. Ma tudomásom szerint 55 állami és 80 privát egyetem oktatja az ayurvédát Indiában, de megvan a hagyományos oktatási módszere is, tehát például a mester-tanítvány viszony, illetve a családi képzés is, és ennek megfelelően lesznek különböző szinten képzett ayurvédikus hozzáértők, orvosok, gyógyítók Indiában. De az egész világon terjed az ayurvéda, hiszen tudjuk azt, hogy például Dél-Afrika, Nepál, Mauritius, Sri Lanka, Malajzia elismeri az ayurvédát. Floridában is 2 éves képzés van, Németországon is vannak magániskolák, egyetemek, ahol képzik. Van egy nagy rendszer, ez a Maharishi rendszer, ahol egész világon képzik az ayurvédikus hozzáértőket, nem csak orvosokat, hanem konyhát és sok minden mást oktatnak.
Svájcban is vannak biztosítók, amelyek még az ajurvédát térítik is. És hát egyre több klinika és orvos létezik Európában. Egy kis grafika arról, hogy mennyire elterjedt a világon az ajurvédikus orvoslás. Azt lehet látni, hogy szinte a Föld valamennyi területén vannak ajurvédikus orvosok. Kis összehasonlítás a kínaival talán az kevesebb is. Az ajurvéda az élettudománya. A védikus irodalomnak a része, legalább 1000 évvel ezelőtt, ez a történészek szerinti időpont, legalább 1000 évvel Hippokrátesz előtt már a medicina komplett rendszerét nyújtotta. Hippokrátesz időszámítás előtt 460-tól 370-ig élt, ugyanakkor az Atharva Védában az ajurvéda alapjai már időszámításunk előtt 1500-tól 1000-ig bizonyosan lelettek írva. A védikus tradíció ennél sokkal korábbra teszi az ajurvéda születését. Különböző irodalmi forrásai vannak az ajurvédának, ezt nem részletezném. Vannak úgynevezett tanítványi láncok, amelyeket ismerünk, de két nagy tradíciót ismer az ajurvéda ma, az egyik a Sushruta tradíció, a másik a Charaka tradíció, és mindegyiknek az első tagja a tradíció szerint, a hagyomány szerint Brahma, aki aztán a Prajapatiknak továbbadta a tudást, majd úgy szállt alá Indra és Dhammantari, akik egy inkarnációnak tart a hagyomány, tehát Isten megtestesülésének vagy megjelenésének a világban. És a Sushruta az egy személy volt. Ezzel ellentétben Charaka az nem személy volt, hanem az egész rendszert, vagy az egész láncolatot nevezzük Charakának, illetve a leírt írás nevezzük Charaka Szanghitának, és a láncolatnak az eleje az ugyanúgy néz ki, mint az előzőnél. Dhammantarit nagyon sok helyen említik, illetve a ajurvédikus orvoslásban jártasak általában imákat fűznek ő hozzá, hiszen ő tulajdonképpen egy isteni forma, aki az egész láncolatot hitelessé tette. Aztán ugye a védikus irodalomban sok könyv jelent még meg. Ezek úgy készültek, vagy úgy alakultak, hogy mindig volt egy eredeti szöveg, az eredeti szöveget valaki megmagyarázta, akkor azzal bővült, majd egy következő tanítvány még tovább magyarázta, és egyre bővebbek lettek ezek az írások, míg aztán az elmúlt évszázadban például angolra is elkezdték lefordítani. Tehát egy picit előre szaladok, ezek a ajurvédikus írások eredményben visszatérek. Tehát például tudjuk azt, hogy lefordították görögre Krisztus előtt 300-ban. Aztán lefordították kínaira és tibetire is ugyanekkor. Perzsára időszámításunk szerint 700-ban, arabra 800-ban. És hát azt is tudjuk, hogy az ajurvédából még ma is sebészet ugyanazzal a megfontolással végzi. Például a pótlóműtéteket, vagy azt is tudjuk, hogy koponyát tudtak trepanálni, tehát megnyitni. A Sushruta Szamhita pontosan leírta ennek a módszerét, és nagyon sok eset van ismertetve a védikus irodalomban, hogy bizonyos fejfájások esetén, ha felderítették vizsgálati módszerekkel, hogy létezik a koponyán belül valamilyen tumor, amit el lehet távolítani, akkor a műtétet végig tudták vinni úgy, hogy higiénikusan össze tudták zárni a sebet, a páciens meg tudott gyógyulni. Tehát ezek az eljárások azt mutatják, hogy a ajurvédikus orvosi rendszer jóval a nyugati európai rendszer előtt már óriási fegyvertényeket tudott felmutatni, olyan eljárásai voltak, amelyek hát legalábbis megkérdőjelezhetünk, hogy biztos, hogy az európai orvoslásban találták-e ki, hiszen láthatjuk, hogy nagyon régen lefordították ezeket az írásokat.
az európai, az közeli nyelvekre is. Tehát ugye nem megyek ezeken végig, a Csaraka Szamhitában elsősorban a belgyógyászat és az úgynevezett salaptalanítás az, ami leginkább tárgyalva van, de nagyon sok minden tárgyal, óriási könyvek ezek, tulajdonképpen egyetemi tankönyveknek beillene, hiszen a maihoz hasonló orvosi területekkel rendelkezik, tehát patológia, gyógyszertan, etiológia, embriológia és így tovább. Ezek a területek, ezek részletes ismertetést adnak az emberi szervezet működéséről, illetve kortanáról és a gyógyszerekről is. A gyógyszerkönyve az a maihoz hasonlítható nagy terjedelmű gyógyszerkönyv. A Sósuta Szamhita, ami egy másik, ugye máig fennmaradt műve az Ajurvédának, az, ahogy mondtam is, nagy terjedelemmel foglalkozik a sebészettel, de hát láthatjuk, hogy toxikológiával, sebészettel, etiológiával, diagnosztikai módszerekkel is foglalkozik. Nem folytatom ezt a sort, hanem inkább tovább megyünk. Természetesen az Ajurvédát mindezen fegyvertények ellenére nem használjuk ma más sebészetre, nem használjuk infektológiában, vannak ennél hatékonyabb, gyorsabb módszerek, amelyeket a mai orvoslás világon mutatott, traumák megoldására, fogászatra és hasonlókra, habár ezeket is mind tárgyalta az eredeti Ajurvéda. Viszont mire használható ma? A krónikus betegségek kiegészítő kezelésére. Mondok egy példát, tehát például asztmás beteg kezelése sok esetben hatékonyabb, mint gyógyszeres kezelése. A nagyon rövid a megfontolása, hogy az asztma, aminek ugye három fő kórokozó vagy kórfaktora van, az egyik az, hogy összehúzódik a simonyzomzat a tüdőben, a másik, hogy váladék termelődik, és ez a nyálkahártya, ami a tüdőben, a körbükben van, ez megvastagszik. Ezt a hármat összefoglalóan más megközelítésből az Ajurvéda azt mondja, hogy ez azért alakul ki ez a korfolyamat, mert a kapha túlszaporodik. Kapha felszaporodása miatt. Ezért a kaphát próbálja eltávolítani, például vamanával, ami egy hánytatási módszer, különféle diétás módszerekkel, akár bőjtel, jógagyakorlatokkal, légzőgyakorlatokkal, és természetesen pszichés vezetéssel is. De aztán használhatjuk az Ajurvédát még nem tisztázott diagnózissal rendelkező betegségek kezelésére. Nagyon sok ilyen van manapság. Nagyon sok olyan beteg jön el hozzám, akinek az összes vizsgálata negatív volt. Mondjuk a tegnapi rendelésről mondva példát, hasi panaszai vannak, az összes koloszkópos vizsgálatot, gasztroszkópos vizsgálatot, enzimértékeket, vérlaborvizsgálatokat elvégezték, ennek ellenére a hasi panaszai nem szűnnek. Most ilyen esetben az Ajurvéda megközelítési módszere az egy jó, reális lehetőség, mert egy más oldalról világítja meg a problémakört, például a dósák oldaláról, az életmódja oldaláról új információkhoz jutunk, és annak megfelelően tudjuk is kezelni a pácienst. Nem tisztázott pszichoszomatikus betegségek esetén, olyan esetekben, amikor nincs megadva, vagy nem tudjuk, hogy mitől alakult ki, amikor nem eredményes a nyugati kezelés, ilyen is ugye nagyon sok van, hiába adjuk a gyógyszert, hiába vannak metodikai elvek, legfeljebb a steroid az, ami bizonyos ideig működik, de utána esetleg semmi, és a beteg az segítség nélkül marad. Rehabilitációban, tehát kiegészítő kezelésekként, posztoperatív betegségeknél, és hát az anti-aging kezelésre, ami ma olyannyira divatos, minden ember szeretne sokáig fiatal maradni, és az Ajurvéda már erre is adott ötleteket. Természetesen valahol azt is meg kell értenie,
mindenkinek, hogy ez a test ez véges, és minden anti-aging praktika ellenére előbb-utóbb azért mégiscsak lesz egy vége is. Ezt a mai orvoslás elfelejti közölni, az ajurvéda az sokkal inkább. Az ajurvéda megközelítése más, mint a mai orvoslásé. Más, mégpedig, mert a test és a lélek a teremtés részeként, testet és a lelket a teremtés részeként mutatja be. Ahogy a nagykövet úr is nagyon szépen elmondta, a lélek nem az anyag része, hanem az egy különálló egység, különálló energia a testünkben, ami élővé teszi ezt az egyébként élettelen anyagtömeget. Isteni energia, individuum, vagyis minden lélek, minden test, minden személy más, örök. A lélek a testet kapja vágyai kielégítéséhez, kiteljesítéséhez eszközül, és a test az isteni energiák által lesz irányítva, a lélektől van irányítva, de ehhez vannak közvetítő energiák. Ilyen energiák a finom fizikai teste, az elméje, a gunák, a dosák, amelyeknek a hatása alatt működik a test, működik jól, vagy működik hibásan. Ugye azt kell még látni, hogy ez az anyagi világ, ez egy véges világ, minden akciónak, minden cselekedetnek, minden történésnek van következménye, visszahatása, és valahol a dolog az arrafelé halad, hogy van vége is az anyagi test létezésének, éppen ezért mindig valami azért romlik. Ezt nagyon szépen látom akkor, amikor például én mikroszkópos vizsgálatot végzek, ilyen sötét látóteres mikroszkópos vizsgálatot, és a testben lerakódások keletkeznek. Normálisan is. Aki nagyon egészségtelenül él, annak sokkal gyorsabban keletkeznek ezek a lerakódások. Ha lerakódások keletkeznek, akkor egy idő után a normális folyamatok nem tudnak végbe menni, vagy rosszabbul mennek végbe, és akkor megbetegszik. Tehát normális ütemben is megbetegszik az illető, mert az öregedés hozza magával többnyire, de hogyha valaki egészségtelenül él, akkor ez sokkal gyorsabban bekövetkezik. Úgyhogy a játéktér az az, hogy próbáljuk meg a testet, illetve az életünket a lehető legoptimálisabban alakítani, hogy a legtovább kitartson, a legtovább egészségben maradjon, de teljesen elkerülni a folyományt, ezen az úton nem lehet. Ahhoz majd valószínűleg, hogy további előadásokban hallanak némi útmutatót, hogy miként lehet mégis ezt a dolgot megoldani. A test és a lélek a teremtés része, a lélek nem az anyag önálló, bonyolult szerveződésének mellékterméke, ugye erről beszéltünk. Ja, igen, bocsánat, megyek tovább. A működések alapja nem az anatómia és a kórtan, az inkább következmény, hanem az isteni energiák áramlása, elakadása, viselkedése a testben. Tehát ebben másként gondolkodik, mint az európai medicina. Az isteni energiák változnak előbb, mert a lélek testi vágyakat hajszolja, ahogyan hallottuk az előző előadásban, egyre többet akar gyűjteni, egyre többet akar megszerezni, csak a vágyainak él, érzékkielégítésnek. Ez változtatja a finom fizikai testet, meggyőződése, hogy így kell élni, ugye? És ettől torzul az élettani működés és kortani vál. Mondja a mai medicina, hogy pszichoszomatikus betegség. Hát ez nem azt jelenti föltétlenül, hogy valami gubanc van a gondolkodásában, hanem azt jelenti, hogy a gondolkodás módja az nem értette meg a dolgok természetét, és ebből a meg nem értésből származnak aztán problémák a finom fizikai testben és a lelki testben. Igazából a folyamat értelmezés ezen a szinten már hasonló a mai orvosláshoz, tehát, hogy van egy zavar, a zavar következtében létrejön valami szöveti károsodás vagy funkciózavar,
és elindul a korfolyamat. Most, hogy mitől indul el, ez különbözik a két állásformában. Tehát például ugye az a mai nyugati medicina azt mondja, hogy rossz a receptor kötődés, mert valami más elfoglalta a helyét, vagy a szabadgyökök rendkívül nagy mértékben pusztítanak, vagy a prostaglandin anyagcsere teljesen felborult, mert kevés, túl sok transzsírsavat evett, és túl sok állati zsíradék volt, vagy valami hasonló magyarázatot adnak. Az ajurvédikus medicina pedig azt mondja, hogy a dosa aránya felborult ahhoz képest, ahogyan kellene lennie, mert hogyan megszületett, és az ama, vagyis a salapanyag halmozódása olyan mértéket öltött, hogy már a normális folyamatok nem tudnak végbe menni. Az ajurvéda az egy mitikus gyógyítási rendszer. Létezik egy Isten által teremtett harmonikus állapot, egy életrend, életmód, egy szabályrendszer, és ennek a követése a tökéletesség, vagyis az egészség. Ha ezt valaki nem követi, akkor megbetegszik. Ezért mondjuk, hogy ez egy mitikus rendszer. Mert hogy van egy mitosz, az a mitosz, hogy lehet jól élni. A jól élés az úgy, ahogy a nagykövető elmondta, nem az, hogy hatalmas lakás és a Mercedes, hanem az a helyes élet, hogyha az ember tudja kontrollálni a testének a vágyait, és ettől lesz kevesebb sansza arra, hogy megbetegedjen. A gyógyítás feladata felderíteni az eredeti állapotot az ajurvédában, az eltérést, és helyreigazítani egy hibás beállítódást, az életmódot. Az ajurvéda nem csak gyógyításról szól, hanem az élet különböző fontos dolgairól is, tehát létkérdésekről, hogy kapcsolódjak a mostani rendezvénynek az elnevezéséhez. Olyanokról, mint életcél, vagyon, élvezet, felszabadulás, újjászületés, lemondás, lélek, érzékkielégítés és érzékszabályzás. Ilyen témakörök az ajurvédában is le vannak írva, ami azt jelenti, hogy az ajurvédikus orvos nem csupán a testet kell gyógyítsa, hanem valahol fel kell térképezze azt is, hogy az illető ezeknek a finom fizikai vagy energetikai, illetve életrendbeállítódási törekvésekben hol tart és merre felé irányul. És ha kell, akkor ott is kell tudjon segíteni, mert különben hiába egyensúlyozza ki a dósákat, az elég rövid időn belül újra fel fog fordulni. Az ajurvéda különböző dolgokat előír azért, hogy rendbe hozza az illető problémákat. Tehát például napi rutint, dinacsáriát, étrendet, diétát, mozgást, az ürítésnek a ritmusát, tehát a széklet, vizelet és izzadság és hasonlók. Az éhség, szomjúság, alvással való eljárásmódokat, ezek minőségét, rendszerességét. A nem kívánatos pszichés készletéseknek a megfelelő kezelését, fékentartását, kontrollálását, tehát kapzsiság, félelem, harag, hiúság, féltékenység, rosszindul, a túlzott ragaszkodás, ezeket kell, hogy tudja szabályozni, mert különben elindulnak ezek a szomatikus, tehát testi folyamatok is már. Egyfajta etikus életet sugall. Szükség van nem csak napi rutinra, mint az előző, tehát ezek, hogy naponta meg kell csinálni a testnek a tisztítását, a elme kontrollálását és így tovább, hanem vannak úgynevezett szezonális rutinok is, amelyeket követni kell. Aztán van olyan része, amely pedig a szervezetnek az ellenálló képességének a fokozásáról szól, és egészségmegőrzésről. Láthatjuk, hogy az egészségmegőrzést nem Ottavában találták ki, ahogyan a népegészségtani szakemberek összegyűltek valamikor ott 20 évvel ezelőtt, hanem már több ezer évvel ezelőtt az ajurvédában is leírják.
Az élettudományának nevezik azt, hogy az ember különbséget tudjon tenni jó és rossz élet, boldog és boldogtalan élet, értékes és értéktelen élet között. Ez adja az ember élet nagyságát. Ezt írja például a Cseleke Szamhita. És ez ugye tulajdonképpen megint csak hivatkozni tudok a nagykövetű előadására. Erről szól a dolog. Meg tudjuk-e érteni, hogy a dolgoknak a halmozása az kevésbé jó, mint a lemondott élet, vagy az érzékeinek a kontrollálása, hogy az, aki ennek kevesebb van, az lehet több. Ha ezt meg tudja érteni a páciens, akkor ő neki megnyílik egy nagy ajtó a gyógyulás felé. Ha ezt nem tudja megérteni, akkor csak átmeneti dolgokat lehet tenni. Lehet, hogy a testét lehet bizonyos ideig javítani, de úgy fog járni, mint azok a páciensek, akik miatt én ott hagytam a kórházat. Két hónap múlva visszatér ugyanazzal a problémával. Egészséges marad, aki egészséges, erőszakmentesen elállított jóság minőségi versenyiteleket fogyaszt, főként az ő dóságának megfelelően. Aki életmódjával a jóság minőségében van, ki rendszeresen tisztítja, ápolja fogait, nyelvét, testét, ruháit, kaját, körmény, szakállát, lábait, testnyilásait. Mi az a jóság minősége, egy pár szót majd tudok róla mondani. Aki törekszik a lelki önmegvalósításra, az élet céljának megértésére, kontrollálja az érzékeit, szabályozza a pszichés késztetéseit, beszédét, aki képes megbocsátani, aki felelősen gondolkodik magáról és családjáról. Aki rendszeres testi gyakorlatokat végez, legalább fut, legalább valamilyen mozgást kifejt, amivel a izomzaton mozogni tud, és nem csak egész nap ül. Természetesen, ha jogázik, az még jobb. Aki nem nyomja el a test szükségleteit, kiürítéseket, tüsszentést, könnyezést, ásít, ezt mind az ajurvéda mondja. Tehát nem én találtam ezeket ki, hanem ezt az ajurvédában így írják le. Aki mértékletes a testi örömökben, rendszeres munkában, az alvásban, például kimerültség, fáradtság, kimerültség, sorvadás, asztma, köhögés, láz, hányás származhat a testi mozgásban, munkában való mértéktelenségtől, rendszertelenségtől. Aki kedvezőtlen eltéréseket, betegségeket időben kiegyensúlyozza és gyógyítja. Tehát az tud egészséges maradni, aki ezekre figyel. Hát nyilván mindenre nagyon nehéz figyelni, pláne a mai világban, ahol minden egyre gyorsabb, egyre rosszabb és egyre szennyezettebb, és egyre többet kell dolgozni azért, hogy a meglevő rendszerét fenntartsa, vagy a családját fenntartsa. Ennek ellenére az irány az lehet ma is, amit az ajurvéda akkor megszabott. Mik ezek a kötőerők, és itt térek vissza arra, amit az előbb mondtam, hogy a jóságról. A kötőerők azok a isteni energiák, amelyek az elménk és a test között megadnak egyfajta kapcsolatot. Tehát például a tamagunában lévő személy az a lustaság felé hajlik, tunyaság, tompaság, tudatlanság, és ennek a szimbóluma a védákban a krokodil. A nevemet én innen kaptam. A rajas az a szenvedély, aktivitás, szenvedély, harag, és ennek a szimbóluma a tigris. Tehát minden, ami túlzott aktivitással, például az ételekben a túlzott fűszerezéssel, az élvezetek hajszolásával kapcsolatos, ez a rajasz. A szatva, ez a jóság minősége, és ugye azt tanítják a védák, meg az ajurvéda is, hogy az egészség szempontjából legjobb, ha ebben vagyunk, de a lelki fejlődés szempontjából is a legjobb, ha ebben a gunában vagyunk, minél többet, vagy minél inkább. Ez a tisztaság, a testi-lelki azonosság, hitelesség, tudás, és ennek a szimbóluma a hattyú, vagy a békés tehén. Aztán a Bhagavad Gita ugye leírja, hogy mit esznek és mit tesznek a jóság minőségében élők. Olyan ételeket kedvelnek, amelyek meghosszabbítják az életet, megtisztítják az ember létét,
erőt, egészséget, boldogságot és elégedettséget adnak. Ilyen ételek lédúsabb, zsírosabb, táplálók, örömmel töltik el a szívet. Aztán azt is mondja a Bhagavad Gita, ami ugye a védikus irodalom egyik nagyon fontos része, hogy a túlságosan keserű, túl savanyú, sós, csípős, erős, száraz és égető ételt a szenvedély kötőerejében élők kedvelik. Az ilyen ételek boldogtalanságot, szenvedést és betegséget okoznak. És a harmadik, a sötétség kötőerejében lévők, az olyan ételek, amit a fogyasztás előtt több mint 3 órával főztek, ettől már ugye kvázi elhasználódott, az élet energiája elmegy. Ami íztelen, romlott, rothadó, valamint a maradékokból és tisztátalan alapanyagokból készül. Emlékszem, amikor egyetemista voltam, és Szegeden laktunk egy albéletbe, a házi néni az mindig másfél-két napig főzött valami húsos ételt, egyfolytába főzte. Olyan bűz volt tőle, az valami elképesztő. Mindig az jut eszem, hogy az az igazi tamagunknak, hogyha valaki ennyire rosszat főz, rosszul szétfőzi, és igazából semmi nem marad benne, ami élet. Ugye, ami az élet, az friss, az akkor is él, amikor elfogyasztjuk. Még akkor is, ha egy kicsit hőkezelték, de nem régen hőkezelték, az energiák megmaradnak. Élő, a biokémia szintjén az élő, vagy mondjuk azt, hogy a jóság minőségébe eső, az az, aminek a biokémiai, biomolekulái még nagyjából megvannak egészben, sok elektron tartalmaznak, és ezáltal energiát adnak a szervezetnek, struktúrákat, mintákat adnak a szervezetnek. Az, ami már szétesett, már többször megmelegítették, mirelitből csinálták, konzerválták, szétfagyasztották, és így tovább, vagy finomították, és félig megrágták, mielőtt zacskóba tömték. Na, ezek már semmilyen energiát nem adnak, és igazából ebbe a tamagonába tartoznak. Az Ayurveda cselekvési programja, hogy rendszeresen meg kell figyelni a pácienst, ez már az orvosnak szól, ugye? Meg kell figyelni a pácienst, meg kell vizsgálni. Aztán valamilyen mértékesség szerint le kell írni az adatait. Olyan mértékességgel, ami ellenmondásoktól mentes. Tehát amikor egy tesztet készítünk róla például, hogy milyen dorsába tartozik, testsúlyát megmérjük a magasságához képest, vagy hasonló, ezek ugye adatok. De aztán azt is mondja, hogy az intuíció is nagyon fontos. Tehát ellentétben az evidence-based medicine-nel, amiről ugye az előadás elején beszéltem, az evidence-based medicine nem engedi meg az intuíciót. Igazából azt mondja, hogy csak azt, amit a stúdiák leírnak. Az igaz, hogy 5 évente a stúdia az elavul, és már egészen más tanulmányokat hirdet az éppen aktuális képviselő, gyógyszergyári képviselő, de mégis mindig ehhez akarnak igazodni. És az intuíciót elnyomják. Az intuíció valahol ihlet, valahol egy isteni sugallat lehet, annak, aki hitelesen képviseli, hitelesen végzi azt a medicinát, annak egy nagy segítség, és annak egy valós eszköz, egy elismerhető eszköz. Ha visszanézünk a magyar orvostörténet nagyjaira, ott is tanítványok mindig beszámolnak arról, hogy milyen bölcs és milyen tisztán élt az illető, és hogy mennyire sok intuíciója, meglátása volt. Annak ellenére, hogy másodalom meg az evidenciákat követelik mindenem. Tovább a cselekvési program, ugye, hogy részletes anamnézist kell csinálnunk, azt tudjuk ugye a mai medicinából is, hogyha ha jól felveszünk az adatokat, jól kikérdezzük a pácienst, akkor tulajdonképpen 70%-ban megvan, hogy mi a baja. Látást, tapintást, hallást, szaglást, ízlést, ízlelést is használták a ayurvédikus orvosok. Tehát például hogy a külcsinnek a megtekintése, az a látást használta, megtapintották a bőrt, ödém, a láz esetén ugye a hőmérséklet különbségeket érzékelték, aztán hallgatták a cirkulációt, tehát a
a véráramlását, különböző fekélyek ugye szagokat árasztottak, ezt szaglással érzékelték, de a cukorbetegnek a vizeletét is úgy tudták diagnosztizálni, hogy azt megízlelték. Na nem azt mondom, hogy ma ezt kell csinálni, de mert van más módszer, ami ezt helyettesíti, de hogyha egyszerűen kell gyógyítani, akkor idáig vissza lehet menni. Minden betegség hat állomásból áll, az ajurvéda szerint. Felhalmozódik a dósa, megromlik a dósa, szétszóródik, aztán elkezd valahova lelapulni, lokalizálódik, majd megjelenik a betegség, és a betegség krónikussá válik. Láthatjuk, hogy, bocsánat, hogy igazából a betegség itt jelenik csak meg, a ötödik fázisban. És hogy amit már látunk, az a jéghegy csúcsa. És ezt az ajurvéda is így tárgyalta. Tehát nagyon sok minden megtörténik, mielőtt igazából kialakul valami probléma. A páciens állapotát erőnlétének megítéléséhez vizsgálni kell az úgynevezett prakritit, vagyis az eredeti állapotot a fiziológiás illettani természetét az illetőnek, a vikrutit, vagyis a kórfolyamatot. Erre vannak különféle populáris könyvekben leírások, hogy mit, hogyan kell kikérdezni, megközelíteni, megvizsgálni. De nyilván egy ajurvédikus orvos rutinból egyrészt részletesebben, másrészt sokkal gyorsabban képes megítélni azt, hogy ez a két tényező, ez milyen szinten, milyen formában van jelen, volt jelen. Szövetek állapotát, tömörségét, súlyát, az ajaknak a formáját, állapotát, az adaptációs képességet is meg kell vizsgálja az orvos, a pszichológiai kondíciót, az étel felvevő képességet és emésztő képességet, azt, hogy mennyire végez munkát, testi gyakorlatokat, az életkort. És ezeket osztályozza jó, közepes vagy gyenge szinten, vagy kategóriákban. Tehát nem csak abból áll az a ajurvédikus diagnosztizálás, hogy ugye a dósáknak a prakriti és vikruti különbségét földerítjük, földrajzoljuk szépen grafikonba, vagy akárhogyan, hanem nagyon sok minden mást is meg kell tegyen ahhoz, hogy minden adatra figyeljen. Aztán ugye az öt őselemről beszélt a nagykövet úr, nem akarom ezzel húzni az időmet. Megmondaná valaki, hogy mennyi időm van még? Igen, köszönöm. Ugye az öt fizikai elem az úgy rendeződik dosákban, hogy a víz és az éter, vagyis a levegő és az éter adja az úgynevezett vatadósát, a tűz lehűtve a vízzel és hevítve a levegővel adja a pittadósát, és a víz és a föld együtt adja a kafadósát. Van, aki ezt most hallja először? Igen? Jó. Tehát azt kell megérteni, nagyon, nagyon jó volt hallgatni a nagykövet urat, mert én azt éreztem belőle, hogy ez nem csak egy szakembernek tud természetes lenni, hanem egy indiai mindennapokban élő embernek is természetes tud lenni, hogy meg lehet közelíteni így is a világot. Vannak principiumok, másfajta gondolkodást igényel. Vannak principiumok az életben, amelyeket az ember kiemel, és a gondolkodási rendszere részévé tesz. Nem arról van szó, hogyha az ember csak a nyugati megközelítésben gondolkodik, hogy van ez az anyag, meg az az anyag, meg amaz az anyag, hanem vannak principiumok. Van ez a tűz principium, ami egyrészt látvány, meleg, hő, energia,
Ugye, és ez jelenik meg, ilyen formában jelenik meg az emésztésben, ahogy ő is elmondta. Illetve ez a napnak a szimbóluma, ez az, amikor gyulladás van, ugye ez a tűzenergia jelenik meg nagyon mértékben. Most ezt tudja hűteni valami, és tudja táplálni valami. És így lesz egy olyan energia, ami igazából az egész élettannak egy fontos principiuma. Tehát három energiát különböztet meg az ajurvéda, ez a vata, a pitta és a kapha, ami a testnek az élettani működéseit direkt módon közvetlenül szabályozza. És az, ezekből az öt földelem vagy fizikai elemből tevődik össze, kombinációkban úgy, ahogy elmondtam. Aztán a természetben is ugye ezek az elemek megvannak, és így lesz a természet része az ember, hiszen például tudjuk, hogy a délután, a hajnal, az ősz, az a vata időszak. A vata az egy ilyen mozgékony, energia, levegő, minden, amiben ez jelen van, az a vata energia. A pitta az a napszakon belül a dél és az éjfél környéke, aztán a tavasz, nyár időszaka, a kapha pedig a reggel, este és a tél. Tehát kétszer ismétlődik a nap során ugyanaz a dosa. Ja, jó, a vátához tartozik az öregkor. A vátához tartozik a test alsó fele. Kiválasztó szervek például. A pittához tartozik a felnőtt kor, az élet közepe, közvetlenül a serdülőkor utántól kezdődően. Aztán az emésztést. A kafához tartozik a gyerekkor, illetve a testnek a felső. Azért mutatom ezeket, hogy értsük, hogy a természet egész évben, az életciklusokban, a természeti ciklusokban is jelen vannak ugyanezek az erők, és az azzal való harmónia felborulása az lesz aztán, amit helyre kell állítani az orvosnak. Ugye összességében ilyen jellemzők vannak, hogy a vata az könnyű, hideg, száraz, gyors, durva, mozgó, finom, szétterjedő, lehet kemény, mert keményen üt vagy mozog, tiszta, nyers, csípős. A pitta az könnyű, meleg, olajos, gyors, csúszós, mozgó, finom, folyékony, lágy, tiszta, savas, savanyú. Nehéz ezeket követni. Nem is kell mindent. Egy-egy szót, ha megjegyeznek belőle, akkor már előtt vannak. Ezek mindig majd hozzáadódnak az előző ismerethez, amikor következő előadásban is nyilván hallanak valami hasonlót. A kapha az egy nehéz, hideg, olajos, lassú, csúszós, szilárdságot sugároz, sűrű, folyékony, lágy, zavaros, kövér, édes. Tehát olyan dolgokra gondoljunk, ami a masszivitást adja, hiszen a földből és a vízből tevődik össze a kapha. A pitta, ami az energiát, az erőt, a mozgást, az emésztést adja, a vata pedig, ami a mozgást, a könnyűséget, a változást biztosítja. Így lehet talán legegyszerűbben megérteni. Aztán vannak embertípusok, ugye, de most azt így előzetesen, akik először hallják, elmondom, hogy senkiben nem, vagy nagyon kevesebben van, csak egyféle ezekből a dolgokból. Általában kombinálódik. Tehát például a vata az, nem írtam föl minden jellemzőjét, csak egy néhányat kiragadok, mert úgysem lehet ezeket megjegyezni, hogy az előző listát sem tudták megjegyezni. Tehát a vata embertípus az egy sovány, fizikailag aktív, de hamar kifárad, beszédes, fejlett az intellektusa, nehezen dönt, a figyelme gyorsan elterelődhet. Tehát egy olyan, mondhatnám, hogy kicsit izgálva, állandóan rohangáló és dolgokat gyorsan elkezdő, de néha gyorsan belefáradó személy. A pitta típus az egy atletikusabb típus, aki fejlett az izomzata, a társadalomban inkább a vezetők ilyenek, érzékeny a melegre, mert ő benne ez dominál, ez a
elem, a tűz elem dominál benne, hajlamos a haragra, rendőrök, katonák tipikusan pitta típusúak általában. Kaffa típusú ember, ez egy vaskosabb, de nagyon érzékeny, tehát nagyon érzelmes típus. Nagyon tud szeretni, nagyon tud hűséges lenni, toleráns lenni, elégedett általában az életével, nem nagyon szereti a változásokat. Abban a pillanatban, hogyha nem nagyon változtat, akkor el is kezdene növekedni a kaffa, és akkor megbetegszik. Intézményeket, létesítményeket, földeket halmoz, és azokat hozza létre. Na most a diagnosztikában ezeket meg szoktuk úgy arányában próbálni állapítani, hogy körülbelül milyen arányban van benne a vatta, milyen arányban a pitta, milyen arányban a kaffa. Mi kellett volna legyen eredetileg, és akkor innentől kezdve jelentőséget hoz az, hogy mivel lehet ezeket az erőket befolyásolni. Ezek úgy működnek, mint a közlekedő edény. Tehát, hogyha valamiből túl sok van, akkor automatikusan a többi az lecsökken. Tehát, hogyha mondjuk valakinek a vata az túl szalad, akkor automatikusan kevesebb kaffája vagy pittája lesz. És hogyha a vatát elkezdjük csökkenteni, akkor a másik kettője kezd növekedni. Na tehát innentől kezdve érdekes az, hogy akkor mivel lehet javítani, mivel lehet rontani ezt a dolgot. Tehát például a vatának lehet javítani, hogyha meleggel kapcsolódik, hogyha meleg szobába kerül, nehezebbeket kap. Most itt tulajdonképpen csak tulajdonságok vannak felsorolva, tehát ennyit érdemes megjegyezni belőle, hogy vannak dolgok, ami a vattát javítja, van, ami azt rontja, van, ami a pittát javítja, rontja, illetve van, ami a kaffát javítja és rontja. Ha valaki ezt tartósan így teszi, mondjuk, hogy mindig rontja, mert mondjuk ő egy kaffa típus, kaffa domináló típus, és rendszeresen hideget, nehezet, olajos, édeset eszik, akkor ő megbetegszik, kaffa betegségei lesznek. És hogyha ezt javítani akarja, akkor nyilván ezektől kell őt mentesíteni. Tehát az ajurvédikus orvos neki akkor előír egy böjtöt, aztán egy olyan megváltoztatott étrendet, ahol sokkal kevesebb benne az édes, az olajos, hanem inkább könnyű, száraz, csípős, keserű, fanyar ételeket helyez előtérbe, ahhoz, hogy meggyógyulhasson. Milyen zavarok lépnek fel például a vata zavara esetén? Nyugtalanság, idegesség, félelem, székrekedés, hasmenés, ugye minden, ami mozgással kapcsolatos, mert a vata az a mozgást hozzá. Remegés, görcsök, stb. Nem megyek részletesen végig, mert az a tapasztalatom, én sok ilyen ajurvédikus előadáson voltam, még tudományos előadásokon is mindig a nulláról kell kezdeni mindent, mert vannak, akik soha nem hallottak róla, ezért, hogyha nulláról kezdik, akkor nem jutnak a végéig, és nagyon keveset lehet elmondani. Ezért én próbálom rövidíteni, inkább egy ilyen benyomást adni, mert talán akkor tudnak utána olvasgatni. Hát másként, igen. Igen, de azért annyira napi gyakorlatban nem is használják. Tehát létezik, csak inkább a vérképet csináltatják meg, meg a röntgen, meg a hasi ultrahangot, és akkor abból indul el a diagnosztika, nem pedig abból, hogy milyen típusa van. Mi miatt alakul ki például egy vattazavar, mert mondjuk keveset alszik. Mert egyébként is egy ilyen izgága, de ha még keveset is alszik, akkor elkezd benne a vatta növekedni. Vagy kapkodva eszik, vagy három műszakra dolgozik, tehát össze-vissza. Nincs neki egy rendezett napi ritmusa. Vagy nem törődik a bőrével, kábítószerezik, vagy hasonló, akkor kialakulnak ezek a zavarok. Pittadósa, az dühös lesz, türelmetlen lesz, bőrkirtései lesznek, bőemelkedései lesznek. Vannak sok olyan betegem van például, akinek semmiben nem magyarázható,
hőemelkedése van. Mindent kivizsgáltak, minden normális, csak állandóan magasabb a hőmérséklet. Miért? Hát mert pittája túl termik. Mi miatt alakul ki? Például alkoholt, hogy azt túlzottan fűszerez, túl sok hús teszik, túl melegen, meleg helyen van, melegen, túl melegen öltözik. Mert van olyan, akinek bár ez nem jó, de mégis azt szereti. Mert egyszerűen az alakult ki neki valamilyen módon egy olyan mintázat, hogy ő neki melegen kell öltözködnie, holott ő neki azt kárt okoz. A kafa az lusta lesz, kedélytelen, kapzsi, fukar, tehát lesznek ilyen pszichés, megváltozott tulajdonságai. Nagyon jellegzetes ugye a homlok és arcüregüladása, ödémái, rosszul jöttem, asztmája, köszvénye, gurutai, szénhálathája, izületi fájdalmai és daganatai alakulhatnak ki. És mi miatt alakul ki? Mert túl sokat alszik, mert nem akar változtatni, mert állandóan zsíros ételeket eszik, sok édességet, és aztán a kafa az elkezd benne szaporodni. Hát így néz ki egy kafa, akiben túl sokat szaporodott a kafa. Mondtam ezt a vércsepp vizsgálatot, a sötét látatás vércsepp vizsgálatot. Itt ugye látszik, hogy mindenféle lerakódások keletkeznek a vérben. És ugyanez van a testében, külcsínben is, mindenütt. De a vérben nagyon objektíven lehet látni, és mondjuk, ha ő bőjtöl egyet, 3, 4, 5, 6 hetet, akkor szépen ezek eltűnnek a vérben. Vagy így néz ki egy termográfiás vizsgálatnál, egy termokamerás vizsgálatnál, egy kafatípus, ugye gyulladásos jelek vannak a vastag béltájakon. Na most aztán mit lehet tenni a javításért? A vata az melegen kell öltözön, melegítő ételeket, vajas, olajos ételeket, édeset, savanyú sóst, rendszeres életet kell éljen, ez nagyon fontos a vatának. A pittának kerülnie kell a felesleges hőt, lehetőleg frisset, nyerset kell elmegye például. A kaffának sok mozgás kell, minden olyan dolgot, ami nem jó, ami növeli a súlyát, a salakanyagait, ezt csökkenteni kell, kizárni, böjtölnie kell, csípős, keserű fanyarízek azok jót tesznek neki, friss zöldségek, fűszerek, és keresni a kihívásokat. Az orvos meg kell ítélje kiváltó faktort, a folyamat kezdetét, lokalizációját, progresszió fokát, az enyhülést és a következményt. Mikor kell gyógyítani az ajurvéda szerint? Hogyha fájdalom vagy betegséget akarunk, fájdalmat vagy betegséget akarunk csökkenteni. A hangja az arcszíne javítása érdekében. Testsúlyát növelni akarjuk. Mert lehet olyan probléma is, hogy növelni kell a testsúlyát. Az erő és a vitalitás növekedő. Rengeteg olyan beteg van most, akinek a fő problémája, hogy rendkívül fáradékon. Ugye? Az étvágy javítása érdekében, az étel élvezetének javítása. Mert hogy azt mondja nekem a páciens, hogy eszik, ha nagyon erőlteti, de egyébként semmilyen vonzalma nincsen az evéssel. És úgy nem lehet enni, leírja az ajurvéda, hogyha az ember nem kedvel, nem élvezi azt, amit eszik, akkor nem működnek az emésztőnedvek, nem működik az egész emésztés rendesen, nincs a gyomorban a tűz, nem emésztődik meg rendesen az étel, és csak ama, vagyis méreganyag keletkezik. Nem megfelelő időben alszik, vagyis hogy nem tud, alvászavara van. Rémisztő álmai vannak. Nem jól ébred. Úgy ébred fel, hogy állandóan agyon van csapva. Rossz kedve van, a napnak a rossz dolgára fogjuk gondolni. Azt mondja az ajurvéda, hogy ezt is gyógyítani kell, mert baj lesz. Aztán nem megfelelően ürülnek a különböző anyagok, amelyeket a szervezet eltávolít. Az elme, az értelem vagy bármely érzékszer bármilyen gyengülés esetén. Mit használ az ajurvéda gyógyításra? Drogokat, mármint úgy értve drogokat, vagy gyógyszereket,
nem kábítószerekről van szó, gyógyszertanban a gyógynövényeket is drognak nevezik. Aztán diétát, valami napi rendet, gyakorlatokat, masszást, vizes kezeléseket. Mantrát, különböző előírásokat, életrendi előírásokat, tisztítást, amuletteket. Lehet, hogy valakinek azt írja elő, hogy valamilyen odaadó szolgálatot kell csináljon. Bőtöt írhat elő, salaktalanítást, gyógynövényeket. Lehet, hogy a betegség ellen, vagy a betegség oka ellen, vagy mindkettő ellen, de az is lehet, azt írja az Ajurvéda, hogy van olyan, hogy hozzá hasonló, tehát a betegség kiváltásához hasonló dolgot kell. Tehát Hahnemann találta ki a homeopátiát? Több ezer évvel ezelőtt leírja az Ajurvéda, hogy van hasonlóval való gyógyítás is. Aztán van a pancsakarma. A pancsakarma az egy nagyon ismert része az Ajurvédának, amikor hánytatást, mire ugye röpetűk jelzik, hashajtást, de gyógynövényes anyagokkal és különböző természetes anyagokkal való hashajtásról van szó. Tehát nem csak arról van szó, hogy megy a hasa, hanem hogy bizonyos anyagokat kap, beöntéseket, aztán különböző ilyen felszíni kezeléseket, illetve a nyílásokkal történő kezeléseket, és vérvételt, vércsapolást jelent. Tehát ezt az ötöt jelenti. Aztán lehet bőtöt alkalmazni, folyadékokat lehet megszorítani, gyakorlatokat lehet előírni, például akár jóga gyakorlatokat, napozást, vagy végző gyakorlatokat. Testsúly növelő módszerek is léteznek. Ennek az ellenkezője ugye az, amikor testsúlyt csökkentünk, a langana, és az az upakramasz. Aztán olajoznak, zsíros anyagokat használnak, de nem csak testfelületre, hanem ételekbe, italokba, beöntésekbe. A testnetek áramlását csökkentik különböző trükkökkel, illetve pakolásokat, izzasztást használnak, tehát például a svédana az egy ilyen izzasztó módszer, amikor egy kamrába becsukják a páciens, csak a feje lóg ki, olyan, mint egy kabin, és a kuktából gyógynövénygőz áramlik ebbe a kabinba, és ettől a bőrön keresztül felszívódva tud gyógyulni, illetve a hűtől. Az áramló folyadékok normalizálásáról már beszéltem, az anti-aging medicináról, tehát a megfiatalító kezelésekről is szó volt már. Aztán a szexuális aktus, mert akinek ez az élet célja, meg élet problémája, azt is tudja az Ajurvéda javítani. A gyógyszereket különbözőképpen adagolják, hasonlóan a mai medicinához, nem beszélek róla, mert azt gondolom, hogy időm már eltelt. Néhány idézetet elolvasok. Az egészség, az erény, a gazdagság, az élvezet és a felszabadulás legfőbb alapja. A betegségek az egészségnek, az élet szépségének és magának az életnek a megrontói. Ezen akadályok legyőzése az ember élet előhaladásának feltétele. Tehát az Ajurvéda ugye azt mondja, hogy ezeket az akadályokat le kell győzni, és ehhez nagyon sok segítséget ad, mert rengeteg portély van az Ajurvédában leírva. Az élettudomány az összes földi tudományok közül a legdicsőbb, mármint az Ajurvéda, mert az embert megtanítja a jóság elérésére a szószoros értelmével. Nem is tud meggyógyulni az illető, hanem a jóság minőségébe teszi át az életét. Érthető. Ugye az elején elmondtam, hogy Tamas, Rajas és a szatva, közül a szatva a legjobb. Az életről a test, az érzékek, az elme és a lélek egységeként beszélnek. A test, a lélek és a szellem együtt mindig az élethez szükséges három láb. A test és elme mindkettő lehet a betegségnek és a well-beingnek is alaphelye, vagyis a jólétnek, mai szóval élve. A well-beinghez a harmonikus és az egybecsengő cselekvések kellenek, a betegségekhez pszichés vagy testi hibás, hiányzó vagy túlzott cselekvések kellenek.
Az élettudományának tárgya, vagyis az élettudomány az mindig az ajurvéda, az ajurvéda tárgya megteremteni a harmóniát a test elemei között. A test olyai gyógyszerekkel lehet orvosolni az elme problémáit lelki tudással, filozófiával, állhatatossággal, emlékezéssel és koncentrációval. Az ajurvédát ma alkalmazzák laikus körökben, például wellness hotelekben, jogázók, hindu vajsnava tradíciókat követők, termékeket vásárlók, indiai turisták, orvosok a termékeket azok tudományos vizsgálata, véltudományos hatása szerint. Ugye nagyon sok irodalom létezik most már arról, hogy az eredeti ajurvédikus tanokat a tudományos vizsgálatokba bevizsgálják, például a gyógynövényeket, és megállapítják, hogy milyen hatóanyagai vannak. Vannak orvosok, akik csak ezeket használják, vagy így használják. Mások az eredeti tanítás szerint, az eredeti koncepció szerint. Kevés jó képzett ajurvédikus orvos, aki az eredeti tanok szerint gyógyít. Sajnos az Európai Unió, mielőtt a nagykövet úr elkezdte az előadását, egy pár szót erről kezdtünk el beszélni, ezt láttam, nagyon érdekelte volna, és erről szívesen eszmét cseréltem, mert nem volt rá mód. De ez az, ami az ajurvédával foglalkozók, illetve az ajurvédát értők, indiai funkcionárius személyeknek a legnagyobb érdeklődését kiteszi most itt Európában. Hogy tudnélik, olyan jogszabályokat hozott az Európai Unió, nyilvánvaló miféle lobby hatás eredményeként, hogy az ajurvédikus gyógyszereket gyakorlatilag legálisan nem lehet forgalmazni Európában. Miért? Mert azt írták elő, hogy csak olyat lehet, ami 30 év óta már forgalomban van. Ugye mivel most terjedt Európában az ajurvéda, ezért nehéz elvárni, hogy már 30 éve forgalomban legyen. Aztán nagyon megkönnyítették a dolgot, és azt mondták, hogy vagy pedig 15 éve itt van forgalomban, és 15 éve odakint. Na de 15 év is nagyon sok idő ahhoz, hogy ez egy feltétel lehessen minden egyes gyógyszerre, hiszen tudjuk azt, hogy több mint 7000 gyógynövényből állítanak elő gyógyszert Indiában. Most ebből talán volt egy-kettő, István már biztos elmondott, hogy néhány volt ugye, ami Európában már közismert volt az elmúlt 20-30 évben, de csak nagyon kevés. És ahhoz a szintű medicinához, amit most az oktatással egyre inkább orvosok elkezdenének művelni, ahhoz nagyon sokféle gyógyszer kellene még, de ezeket megakadályozza ez a fajta szabályzás, amit most itt megtettek. Ennek a filozófiai megfontolása csupán annyi, vagy a kifogás, amire építették ezt a jogszabályt, az, hogy az indiai emberre másként hathat a gyógyszer, mint az európai. Az indiai ember más, mint az európai. Ez egy abszolút blöd, buta dolog, hiszen ő viszont szállítja a butaságait Indiába, ugye, mert azzal mérgezi az ottani embereket, eladhassa a chipsét, meg az összes Coca-Cola-ját, meg nem tudom micsodáját. Az ahhoz nem probléma, hogy az indiai ember fogyasztja, ugye? Az a probléma, az indiai ember ad valamit az európainak. Úgyhogy sajnos ez nagyon hátráltatja az ajurvéda gyakorlását. Én azt szoktam csinálni, hogy megadom a félig legális csatornákat a pácienseknek, és akkor ők maguk szerzik be a készítményeket, azért be lehet szerezni. Tehát konklúzióként azt mondanám el, hogy az ajurvédát érdemes megismerni, mert a saját egészségünk megóvásához nagyon sok hasznos tanácsot tartalmaz. Jó ügy az ajurvédát támogatni, mert olyan megújulást hozhat a mai orvoslásban, ami teljes mértékig hiányzik a mai szemületből. És köszönöm a Önök megtisztelő figyelmet.